Sziasztok, ismét itt vagyunk. Mint kiderült az előző részbe, a fokozatmentes automata váltókkal foglalkoztunk. Ott az égszíjasat sikerült elmesélni, pedig a terv az volt igazából eredetileg, hogy elmeséljük még az egyéb fokozatmentes megoldásokat. Mondjuk különös tekintettel az elektromos vagy elektronikus fokozatmentes áttételre, például ami a Priusban van, az az egyik legjobb megjelenítője, meg hát ugye azt a Toyota úgy levitte azt a megoldást, hogy más nem is alkalmazhatja, csak az ő megoldásával. Meg van a hidraulikus fokozatmentes erőátvitel, mondjuk azzal nem akartam túl sokat foglalkozni, mert nem nagyon látni, autóban egyáltalán nincs, legalábbis én nem tudok róla, hogy volna, ilyen erőgépekben, markolókban, ilyenekben alkalmazzák. Lényegében annyi a lényege, hogy ott a belső égési motor egy hidraulika szivattyút hajt meg, tehát az előállít egyfajta nyomást, és ezzel a nyomással hajtanak meg úgynevezett hidromotorokat, amik tulajdonképpen pont olyanok is lehetnek, mint a szivattyúk, mert általában ezek a hidraulika szivattyúk némelyike, ez egyik irányba tud szivattyúként is, tehát ha meghajtom, akkor szivattyúként működik, ha viszont nyomásban lévő hidraulika folyadékot vezetek rá, akkor motorként működik. Tehát itt ennyi a megoldás, illetve van még egy, amire majd az automatáknál térünk ki, hogy a hagyományos automata váltóknak a hidrodinamikus nyomaték váltója is tulajdonképpen egy hidraulikus erőátvitel, de az egy akkora falat szerintem, legalábbis így innen nézve, hogy azt majd teljesen külön majd akkor szeretném inkább elmesélni. Talán a lelke az elektromosság ellenére a bolygó. Ugye van itt középen egy fogaskerék, ezt napkeréknek hívják, olyan, mint a naprendszer közepe. Ezek a bolygókerekek itt körülöttem, mint a bolygók a nap körül, és ez a külsőt mi magyarul koszorú keréknek hívjuk, de koszorú, mint ahogy összefogja az egészet, vagy hogy például a házon a koszorú összefogja tulajdonképpen a tető alatt az egész ház szerkezetét, azt tartja meg a tetőt. Tehát ezt hívjuk koszorú keréknek, ami egy belső fogazású fogaskerék. A bolygóműnek a legnagyobb rafinériája az, hogy általában a fogaskerekeknél ugye úgy szoktuk levenni róluk a hajtást, vagy bevinni a hajtást, hogy a fogaskerék tengelyén megy be a hajtás, vagy jön ki. Ez így történik a napkerék esetében, tehát itt van a kis napkerekünk, annak a közepéből kimegy kijön egy tengely, és azt meghajtjuk, vagy ott veszünk ki hajtást, ez attól függ, hogy milyen megoldáshoz folyamodunk. Viszont a bolygókerekeknél nem az egyes kis bolygókerekeknek a tengelyén jön ki a hajtás, hanem van egy összefogó szerkezetük, a bolygókerék tartó, és tulajdonképpen az az egész mozog. Tehát nem az egyes fogaskerekek, azok csak itt szépen gördülnek, egyrészt a napkerékek, másrészt a koszorúkeréken, de az igazi lényeg az, hogy az egész együtt mozog, tehát ez a bolygókerék tartó az, aminek csinálunk egy közös tengelyt, és ahol levesszük a hajtást. Egyébként, ha ide akarnám rajzolni, akkor egy kicsit olyan lenne, én azt ahhoz tudom hasonlítani, mint a Mercedesnek a csillaga, egy ilyen szerkezetet kell elképzelni, ami így összefogja a három kereket, és itt van középen az a tengely, amit kivezetünk, és ahol vagy hajtást viszünk be, vagy hajtást veszünk ki. Egyébként van is egy ábrám, van nekem itt egy ilyen szakközépiskolai tankönyvem, gépjármű technikai táblázatok címe, sajnos nem túl friss, pirossal jelölik a napkereket. Itt van a három bolygókerekem, a három rózsaszín, és itt látható az a merci csillag, ami ugye a három bolygókerék tengelyt egyesíti, és ez az a tengely, ahol igazából ki fogjuk venni, vagy bevisszük a hajtást, azt majd mindjárt elmondom, hogy hogy. Most az a bolygókerék, az a bolygómű egy nagyon rafinált szerkezet, mert nagyon sok mindent tud önmagában. Igazság szerint ez már önmagában akár kétfokozatú váltóként tudna működni, elvileg irányt is tud váltani. Egyébként annyira olyan, hogy például a korai motorkerékpárokon ilyen kétfokozatú váltókat használtak, sőt, ilyen váltója volt, lényegében bolygóműves váltója volt a Ford T-modellnek, mert ezt tudták egyszerre megvalósítani, meg egyszerűvé tette az autónak a vezetését. Ha jól tudom, annyit kellett csinálni a vezetőnek, hogyha egyesbe akart menni, akkor le kellett nyomni egy pedált, és akkor egyszerűen egyesbe volt, ha fölengedte a pedált, akkor második fokozatban volt. Egyébként azt a váltót, azt a bolygóműves váltót, van is róla a rajzom, csak szerintem elég ijesztően néz ki. Ezen nagyon nehéz elmenni, higgyük el, hogy úgy működött, hogy ezt a két fokozatot át tudta vinni. Itt vannak benne a fogaskerekek, itt van benne egy olyan
kuplung szerkezet, ami az egészet működtette, majd ezekről a kuplungokról beszélünk a bolygómű kapcsán, mert ez a bolygómű működésének ez a lényege, kétfokozótú váltóként úgy tud például működni, az a trükkje, hogy a motor nyomatékát mondjuk egy kuplungon keresztül beviszem ide középre, a napkerékre, tehát a napkerék a hajtókerék. Ha megfogom a koszorú kereket, akkor elkezd bele, mondjuk erre forog a napkerék, akkor a bolygókerék tartó, amit itt ugye sötétkék jelöl, vagy nevezzük úgy, hogy merci csillag, az egész így elkezd vele egy irányba forogni, csak hogy egy lassított áttétellel, az áttétel a napkerék és a koszorú kerék áttételétől függ, annak az arányától függ, nem pont annyi, de tehát nem lehet a kettőt elosztani, de a kettőnek az arányától függ, tehát itt látszik, hogy milyen sok foga van a koszorúkeréknek, ennek sokkal kevesebb, ettől az aránytól függ, hogy milyen lassító áttétellel kezd el forogni. A következő fokozatot pedig úgy csináljuk meg, hogy a koszorúkereket elengedjük, és a napkereket és a bolygókerék tartót pedig összerögzítem. Akkor az egész szerkezet egybe kezd el forogni, és így egy direkt áttételt érek el, tehát akkora fordulattal fog az egész szerkezet forogni, illetve a bolygókerék tartó olyan fordulatszámmal fog kihajtani, mint amennyi a napkeréken bejön. Tehát, ha megfékezem a koszorúkereket, akkor egy lassító áttételem van, ha nem elengedem tehát lassító áttétel van úgy, hogy a napkeréken behajtok, és a bolygókerék tartón kihajtok, tehát ott egy kisebb fordulatszám jön ki, ha pedig elengedem a fékezést és erősítem valamilyen körmös kapcsolóval vagy egyéb gépészeti megoldással a bolygókerék tartót és a napkereket, akkor pedig egy az egyes áttételen van, egy gyönyörű kétfokozatú váltó működik. Ha viszont mindent elengedek, és ez nagyon fontos, ezt nem mondtam még eddig, akkor üresben forog az egész. Tehát így az üres áttételt is meg lehet valósítani. Egy puh motorkerékpár volt ilyen, amit például pont úgy lehetett elindítani, hogy két fokozatú ilyen bolygóműves váltó volt a hátsó kerékbe, és azzal lehetett elindítani, hogy egy ilyen körbefogó fékszalaggal, ami körbe ölelte a koszorú kereket, megfékezték, és ahogy fékezte a vezető, hogy a váltókar előre tolásával fékezni kezdte a koszorú kereket, az felért egy kuplungolással, és akkor a bizonyos lassító áttétellel, amit az előbb megbeszéltünk, elindult a motorkerékpár, utána pedig, amikor kettesbe kapcsolta, akkor létrejött ez a direkt kapcsolat, és akkor második fokozatban egy direkt áttétellel haladt tovább a motorkerékpár. De itt akartam még elmondani, ami talán még érdeklegesebb példája a bolygómű alkalmazásának, de hasonló a harckocsikban alkalmazzák ezt. Én a T-55-ös harckocsiba találkoztam vele, a vicces az, hogy utólag jöttem rá, tehát előbb láttam a szerkezetet, és évekkel később, amikor már rég nem voltam katona, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy hogyan is működött ez az egész szerkezet, amikor láttam, hogy hogyan vezeti előttem a harckocsi vezető a tankot a két botkormányával, és a harckocsik, tehát a szovjet harckocsik voltak ilyenek, ugye a T-34-esen tudom én az első ilyen megoldás, és utána ezt vett át a T-54-es és a T-55-ös is, hogy a harckocsiban volt ugye egy nagy dízelmotor, egy nagy V12-es dízelmotor, azt hiszem 39 literes, 500 lóerős, tehát ez nem kis motorról beszélünk, ekkora furattal. Ugye volt egy kuplung, egy többtárcsás kuplung, utána innen hajtott be egy 5 fokozatú sebességváltóba, és az 5 fokozatú sebességváltónak két felé volt kihajtása, ugye a két lánctalphoz. És itt ezen a két hajtáson volt egy-egy bolygómű, és a harckocsi vezető úgy vezette a harckocsiját, hogy amikor már elindította a motort, motorindításról egyszer beszéltünk, hogy az sem volt egy egyszerű procedúra, kinyomja a kuplungot, mint egy személyautón, beteszi az egyest, de utána nyugodtan fölengedhette a kuplungot, amennyiben a két botkormánya alaphelyzetben volt. Tudni, akkor semmit nem csinált a két bolygóművel hátul, így hiába volt az áltó egyesben, a harckocsi nem indult el, mert a két bolygómű a váltó két oldalán tök üresbe forgott. És utána azt tudta csinálni, hogyha egy kattanásba előre tolta a két botkormányt, egyébként a buldózerek is így működnek, így kell vezetni őket, akkor pont azt csinálta, hogy egy finoman előre nyomta a kart, ugyanúgy, mint a puh motorbiciklit, megfékezte a koszorúkereket, és akkor egy lassító áttétellel a két lánc elindult, két lánc hajtó, tehát a két lánc talp elindult előre, és szép lassan elkezdte vinni előre a harckocsit. Ha mondjuk ebben az állásban mondjuk az egyik kart visszahúzta, mondjuk a jobb kart, akkor ugye annál a bolygóműnél megint oldotta a koszorúkerék fékezését, a másik oldalon ment a hajtás, de a harckocsi jobbra kanyarodott.
ha visszatettem mondjuk, visszanyomta a jobb kart is egy kattanásba, akkor megint ugye lassan megy a harckocsi, mind a két kar. Egy kattanásban is annyit kellett csak csinálni, hogy gyorsabban menjen a harckocsi, hogy mind a két kart előre lökte két kattanásba, akkor ugye a bolygómű átment direkt áttételbe, és már egy nagyobb sebességgel haladt, ott megint úgy tudott fordulni, hogyha az egyik kart ugye visszahúzta, akkor lassabb áttételre kapcsolta az adott oldali bolygómű, és a harckocsi szépen fordult, ha meg gyorsabban akart haladni, akkor az 5 fokozatú váltóval tudott utána már följebb váltani. Tehát egyszerűen ezzel a megoldással így a harckocsiban hivatalosan 5 fokozat volt a váltóban, de mégis 10 fokozatot tudott megvalósítani. Tehát a bolygómű egy nagyon érdekes szerkezet, annyira, hogy a Priusnak is a lelkét alkotja, a Prius fokozatmentes áttételének. Tulajdonképpen ez a lelk és az a zseniális benne, és főleg az, ahogy ezt a bolygóművet vezérlik, mert ez nagyon hasonlít ahhoz, amit így az előbb úgy próbáltam elmesélni, csak éppen nincsen benne fékszalag, nincsen benne kuplung, nincs benne körmös kapcsoló, semmi az ég adta világon, mert az egészet gyakorlatilag elektromosan játssza le az autó. Itt látszik egyébként ez a, nem titok, ez a Weber autó videójának egy felvétele, érdemes megnézni a Weber autó felvételeit. Itt ez egy abból kiemelt képet lehet látni. Itt van a bolygómű középen, hogy elmutassak, ez a ház, ami itt kívül látszik, ez a koszorúkerék, ugye ezen belül van a bolygókerék tartóval, meg a napkerék. Itt van az egyik, ez a generátorként és indítómotorként működő egyes villanymotor generátor egység, ez a hajtó villanymotor és egyben visszatápláló generátor egységnek a forgó része, ugye ezek állandó mágneses forgó részek, erről volt szó a villanyautók felépítésénél. Ez pedig egy nagyon érdekes szerkezet, ez a motor szimbolizálja különben, pedig ez egy kuplung tárcsa, ami a Priusban tulajdonképpen nincs, de mégis van. Tudjuk, ezt a kuplungot nem lehet kiemelni, meg összeengedni, meg nincs is rá szükség. Ez csak azért van, hogy a motornak ezeket, erről is volt szó még a két tömegű lentkerekeknél, hogy van ez a bizonyos rángása a motornak, ami ugye a gyújtásoknak az eltolásából, az állandó gyorsulás, a főtengén tapasztalatú állandó gyorsulásból, lassulásból adódik, és ez ezt csillapítja. Semmi más célból nincs beépítve a rendszerbe, mint hogy ezt a csillapítást végezze. Azt kell tudni, hogy a Priusnál, itt van egyébként a maga az ábra is, itt jól látszik, a motor, a benzinmotor van bekötve a bolygókerék tartóba, tehát ha nevezzük így abban, vagy mondjuk így abban a Merci csillagba. Az indítómotor generátor az a napkerékre van bekötve, tehát középre, és a koszorú kerék az pedig egyenesági kapcsolatban áll a hajtó villanymotorral, és onnan már csak egy lassító áttétellel, és korábbi Priusokban lánc, a későbbi évben pedig fogaskerék, a harmadik Priusban már fogaskerék hajtja kerekeket. De ez a kapcsolat teljesen közvetlen, tehát ha a kerék a Priuson megmozdul, akkor a villanymotor is mozdul, meg a koszorú kerék, ugye pont itt a koszorú keréknek a háza látható, az is mozdul, mert az teljesen össze van kötve mechanikusan. Itt van az, hogy ez a három rendszer hogyan tud egy vagy három, azt mondja, egy villanymotor, a bolygómű, még egy villanymotor, ez négy egység. A benzinmotor együtt működni, ez a nagyon érdekes tulajdonképpen, és hogy ebben milyen szerepet játszik a bolygómű, mert ez az egész így együtt valóban egy teljesen fokozatmentes erőátvitelt tud megvalósítani. Na most nézzük azt a helyzetet, amikor áll az autó. Ha az autó áll, ugye úgy indítjuk el, hogy a Prius is automataként működik, az ember el akar vele indulni, akkor ugye P-ben van a fokozatválasztókar, elindítjuk a készenléti helyzetbe, tesszük a motort, mert ugye ha föl van töltve az akkumulátor, akkor ott a motor el sem indul. De nézzük meg, hogy mi történik ilyenkor. Ugye ha P-ben van, akkor azért van megfékezve a kerék, ha D-be tesszük, mondjuk, tehát megnyomjuk az indító gombot, ami, mint mondtam, nem biztos, hogy elindítja a benzinmotor, tehát látja, az még továbbra is egy helyben áll, tök csönd van az autóban, de ilyenkor ugye rálép a vezető a fékre, átteszi a választókart D-be, és ilyenkor mi történik? Ha mondjuk ebben a pillanatban mégis úgy gondolja a rendszer, hogy el kell indítani a benzinmotort, akkor ugye mi fékezzük a kereket, ugye a vezető fékezi a kereket, ezáltal fékezzük a hajtóvillanymotort is, és fékezzük a koszorú kereket is, ezt a külsőt. Mi történik ilyenkor? Ha a rendszer, ugye a Priusnak az automata rendszerre áramot kapcsol az indítómotor generátorra, akkor az elkezd ugye forogni, és mivel ezt megfékeztük, mi magunk fékezzük, vagy adott esetben a P állása
választókarom. Ezért egész egyszerűen a villanymotor behajt ide a napkerékre, ez fékezve van, tehát az elkezdi tekerni körbe a bolygókeréktartót, és ezáltal elindítja a benzinmotor. Tehát például így indul el, így lehet elindítani a Prius motorját. Na most mi történik akkor, ha mondjuk el akarunk indulni az autóval? Tehát fölengedjük a féket. Ugye általában azt történik, hogy a Prius a villanymotorral kezd el gyorsítani, tehát ő azzal védi ki, hogy nincsen benne egy egyes fokozat, hogy a villanymotornak hatalmas nyomatéka van, az simán indítja az autót, ugye a Priusban nincs is hátramenet, mert hátrafelé is a villanymotorral megy az autó, egyszerűen csak annyi, hogy át kell ugye kapcsolni az áramot a villanymotoron, hanem ott mi történik, és hogyan tud a benzinmotor beleszólni az egész rendszer működésébe, hogyan veszi át utána a szerepet. Úgy, és itt jön a nagy trükk, hogy azt mondtuk, hogy a bolygómű, ha nem fogjuk meg valamelyik részét, akkor szabadon össze-vissza forog. Tehát egyszerűen hiába hajtom meg itt, ha mindent elengedek, akkor ugye a bolygókerék elkezd bolyongani magában, a koszorúkerék is szaladgál, tehát semmit igazából nem csinál. A trükk az, hogy áramot kapcsolnak az indítómotor generátornak a tekercseire, mégpedig úgy, hogy az lényegében megfékezi a napkereket. És innentől kezdve a bolygókerék tartóra ráhajtó benzinmotor is elkezdi tudni hajtani a kereket. És ezzel lehet valamiféle ilyen áttételmódosítást megoldani, fokozatmentes áttételmódosítást, hogy ezzel a villanymotorral, az indítómotor generátorral milyen mértékben fékezzük a napkereket, illetve engedjük el. Tulajdonképpen ilyen egyszerű módon oldja meg a Prius a bolygókerékre támaszkodva, meg a villanymotorjára támaszkodva a fokozatmentes erőátvitelt. Amit hasonlóképpen megcsinált egyébként a Chevy Volt is, annyi a különbség, hogy ők telerakták kuplungokkal, tehát látszik, hogy itt egy kuplung, itt meg van egy igazából, ez nem is kuplung, hanem igazából ez egy fék. A Volt az elég jó rá tud hajtani, úgyhogy ezen a bolygóművön keresztül a kerekére, ha ezeket a kuplungokat is zárják, de a Voltnál is hasonló módon a bolygókerék vezérlésével oldják meg a nyomaték módosítást. Egyébként ennek van is egy problémája, hogy például a Priusnál a bolygómű áttétel az, ha jól tudom, 2,6, ami egy viszonylag korlátozott, tehát még ha azt mondjuk, hogy egy darabig tud a villanymotor besegíteni a gyorsításba, az indulásba, tehát ezzel kiváltja mondjuk az első fokozatot, azért ez mégis egy korlátozott áttételi képesség. Ugye egy autónál csak a sebességváltó az olyan 1 és 4 között szokott játszani körülbelül, vagy mindegy úgy jön ki a két határ, hogy ilyen 4-es átfogást tud csinálni a sebességváltó. Ugye hogy elég kevés az, amit a Prius tud, ezért van az, hogy ahogy a Prius-szal például gyorsítunk, autópályán haladunk, akkor ott egy idő után már csak a benzinmotornak a fordulatszáma fedezi tulajdonképpen a gyorsulást, tehát mondjuk 130-nál már eléggé üvölt a motor, amit a Toyota próbál megoldani, és ugye ezzel halad is, mert mondjuk az új Priusok azok olyan 150 körül kezdenek olyan hangokat adni magukból, mint a régiek már 120-nál, mert ezzel haladnak, ezzel a jobb a hangszigetelés, egy csomó mindent próbálnak átalakítani, de egy trükköt a Toyota maga is bevetett különben. Az ő trükkük az, volt a nagyobb autókon, ilyen volt például a GS-nek a hibridje, meg az RX hibrid, tehát ahol nagyobb motorok vannak hozzá, hogy ide még a villanymotor után nem közvetlenül, tehát mondjuk itt tehát nem csak egy lassító áttétel van a hajtó villanymotor és a kerék között, hanem oda betettek egy kétfokozatú sima mechanikus váltót. Tehát ezzel, és egész egyszerűen, amikor a motor fordulatszáma már elszaladna, akkor egyszerűen váltanak egyet, mint egy kétfokozatú váltóval, és ezzel ejtenek a motor fordulatszámán. Ezért van az, hogy a nagy hibrid egyei a Toyotának, illetve a Lexusnak, azok sokkal finomabban működnek ilyen szinten, mint a Prius, tudnak nagyobb sebességgel haladni, anélkül, hogy ordítana a motorjuk, hiszen van benne egy áttétel, amivel még vissza tudja ejteni a motor fordulatszámát. No, hát nagyjából ennyit szerettem mondani a váltókról. Ez azért érdekes egyébként sokszor, mert a Priust még annyit megemlítenék róla, hogy itt van egy elnevezésbeli gond, hogy a Priust is szokták külföldön is CVT váltónak mondani, vagy ha pontosítani akarnak, akkor ECVT-nek, ugye Electronic CVT, vagy pláne mondjuk angolosan úgy kéne kérteni, hogy ECVT. De valahogy itt van egy probléma, hogy
hogy a CVT-vel nekem, meg nagyon sokaknak a szíjas, az égszíjas automata váltó kötődik össze, hogy a robogókban van, meg most már egy csomó autóban van, ugye Japánban teljesen általános a használat. Na most a Priusnak szó szerint nézve valóban fokozatmentes áttétel, de ugye egy teljesen másképp van ugye megoldva, mint az égszíjas fokozatmentes automata váltóban. Legközelebb a bolygó művekre építve a hagyományos automatákról beszélnénk, mert ugye azokban ilyenek vannak, több van benne, ugye a fokozatokat ott a bolygóművekkel valósítják meg, a 4 fokozatot, 8 fokozatot nagyon trükkösen, de még ugye sokban van, tehát hozzátartozó része a hidrodinamikus nyomatékváltó, amit meg kell beszélni. És szót ejtenénk ennek kapcsán, talán egy kicsit az lenne jó, ha sikerülne majd úgy összehasonlítani a dupla kuplungos automatákkal, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya, mégis hogyan működnek.